Bár a hangulattal az elmúlt hetekben sem volt gond, a korábbinál azért jobb kedvel végezték a gyakorlatokat a Spari játékosai szerda délelőtt a Tiszavasvári úti NVSC pályán. Ez érthető is, mivel megtört a jég, két vesztes meccs után a Mosonmagyaróvár ellen 3 pontot szerzett Weber György együttese. Mint a vezetőedző elmondta, a Rudolf 11-es góljával 1-0-ra megnyert találkozó inkább a küzdelemről, mint a szép játékról szólt. Megmondom őszintén, erre is készültünk. Sajnos, hogy az első két fordulóba nem jött be az a fajta játék, amit terveztünk, és nagyon rossz ilyet mondani, amire készültünk 2 hónapon keresztül. Be kellett lássam, hogy váltani kell, hogy elinduljunk. Nyilván vissza fogunk térni majd ahhoz a játékhoz, reményeim szerint, de most ezen a mérkőzésen is azt hiszem, hogy most még a két idegenbe következő bajnokinkon is a célra vezető és talán a sikerhez vezető út ez lesz, hogy egy harcias, nagyon agresszívan, egy kicsit mélyebben védekező csapat, ebből pedig kell jöjjön a játék. Itt úgy gondolom az 1-0-ás győzelmünknek a gól után volt egy 15 perc, ahol látszott, hogy egy kicsit átszakadt valami lélektani gát, és ott elég jó támadásokat vezettünk, nem tudtuk bebiztosítani az eredményt, hogy nyugodtabbak legyünk, a végén volt azért egy kis izgalom, de a csapat kibrusztolta a győzelmet, úgyhogy tulajdonképpen ezt várom most a hétvégi Siófok meccsen is. A Debrecenből érkező támadó Takás Tamás is a csapat küzdő szellemének tulajdonította a 3 pont megszerzését. Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés elé nézünk, de úgy gondoltuk, hogy ha oda teszünk magunkat, ez működni fog, és ez így is lett szerencsére. Úgy gondolom, hogy olyan mérkőzést nyertünk meg, amilyenre számítottunk. Abban szereztük a gólt, amit egész héten gyakoroltunk, felpassz, visszapassz, és az induló, és abból lett a 11-es, úgyhogy nagyon örülök, hogy így alakult ez a mérkőzés. Az NB2 tabellájának élén a 45 pontos Soroksár áll, megelőzve a szintén 45 pontos Puskás Akadémiát. A 32 pontos Nyíregyháza Spartakusz a 10. helyen várja vasárnapi siófoki vendégjátékát.